Prioritásként kezeli idén a sepsiszentgyörgyi önkormányzat azokat a költségvetési tételeket, amelyeket a lakosság is fontosnak tart, éppen ezért több tucat beruházási tervet véleményezhettek a háromszékiek. Városi költségvetési kérdőív. Ilyen felmérésbe kapcsolódhattak be a sepsiszentgyörgyiek, akik 1-től 5-ig terjedő skálán jelölhették be, hogy mennyire tartják fontosnak egy adott intézmény, szolgáltatás, illetve beruházás anyagi támogatását. Többek között értékelhették a 4 színház tevékenységét, a különböző rendezvényeket, mint például a Szentgyörgy napokat, de véleményt nyilváníthattak arról, hogy mennyire tartják fontosnak a műemlékek, homlokzatok közpénzből való felújítását, az ifjúsági és sportprojektek finanszírozását, a játszóterek karbantartását, valamint az utak, járdák korszerűsítését és parkolóhelyek kialakítását. A megkérdezettek szerint bár széleskörű vitát is eredményezhet, fontos, hogy hozzászólhatnak a városfejlesztési tervekhez. Minden polgár a saját igényeit helyezi előtérbe, úgyhogy megint nem tudom, tehát mindenkinek a sajátja lesz a fontosabb. Tegyük fel útfelújítás, javítások, nyilván az enyém a legfontosabb, hogy az én tömbházam előtt már pedig még mindig ez az van. Szerintem egy nagy vitát kavar. Fontos, hogy felsorakozzunk a többi városok közé, és a városban lakó embernek minél jobb közérzetet alakítson ki. Az önkormányzat szerint fontos a polgárok visszajelzése, főként, hogy idén nagyon jól be kell osztani a rendelkezésre álló pénzt, mondja Sepsiszentgyörgy alpolgármestere. Abba a szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy az idei évben elég szűkösek a pénzügyi keretek, tehát itt akár felismerülhet az, hogy bizonyos projektek kimaradnak, és természetesen amiket a lakosság hangsúlyosabban kér, támogat, azok benne maradnak. A véleményfelmérő kérdőívek kitöltése múlt héten lezárult, és összesen 1321 válasz érkezett. Ezek feldolgozása folyamatban van, és az önkormányzat hamarosan közzé is teszi az eredményeket.